Azt hiszem, hogy vége a járványnak, ahogy halljuk egyelőre. Nem győznek az emberek kulturális műsorokra járni, és szerencsére van is nagy tisztelettel köszöntöm Kulcsa Lászlóné Jutkát, a Találkozások háza vezetőjét. Ismét plakátokkal vagy a kezedben, tehát ez azt jelenti, hogy ismét programok várnak a lakosságra, a kedves tévénézőkre. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, tehát ha hétvége, akkor már megszokhatták a kedves tiszavasváriak, illetve a tiszavasváriba való érkezők, hogy programmal kedveskedünk az ide látogatóknak. Hát ezen a hétvégén is Gyere a térre programsorozatunk folytatódik. Augusztus 7-én szombaton olyan fellépők érkeznek majd ide a Találkozások háza előtti térre, mint a Kiskatai zenekara, illetve a Four Four Dance. A program 19 óra 30-kor kezdődik itt a Találkozások háza előtti téren, ahová nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Valamit erről a Kiskatai zenekaráról tudnám mondani, hiszen lehet, hogy nem biztos mindenkinek mond bármit is. Tehát ők népzenét játszanak, népzenei feldolgozásokat. Ha mondok popos stílusban? Ha mondok egy számot, akkor biztos, hogy mindenkinek beugrik, hogy ki is az tulajdonképpen a Kiskatai zenekara, magyar vagyok. Tehát én úgy gondolom, hogy ha YouTube-on rákeresünk, akkor már fogjuk tudni, hogy ki az, aki ide Tiszavasváriba fog érkezni. Ezen a hétvégén, tehát 19 óra 30-kor kezdődik a koncert, ezt követően pedig a Four Four Dance együttes fog színpadra lépni itt nálunk Tiszavasváriban. Őket nem kell bemutatni, hiszen Tiszavasváriban léptek fel akkor, amikor még nem voltak világsztárok, azóta bejárták a világot, a galaxist, és nem tudom még merre jártak, tehát annyira ismertek. Igen, tehát én még emlékszem rá, amikor az egyik önforgatóversenyen Lenna strandon léptek fel, és való igaz, hogy akkor még csak a megyében ismerték őket, illetve itt Tiszavasváriban akkor már ők színpadra léptek, és azóta már többször is megfordultak itt nálunk a Találkozások házában, illetve szabadtéri rendezvényen egy ránt. Jött kell menjünk tovább, mert látom, van még plakát a kezedben. Van a következő hétvége, augusztus 13, ez egy pénteki nap lesz, amikor szintén ide a Találkozások háza előtti térre várjuk majd az érdeklődőket, amikor egy nosztalgia est kerül megrendezésre, és ezen a nosztalgia esten 19 órától fellép Medgyes Csabi. Örökzöld dallamok a műsorának címe, róla annyit kell tudni, hogy az X-faktorban tűnt fel, egy nagyon szimpatikus fiatal ember, és őt követi majd az Apostol együttesnek a műsora, itt a Találkozások háza előtti téren egy kis válogatás hangzik el a legismertebb Apostol slágerekből. Ilyen playback, fél playback, majdnem koncert. Igen, tehát ez egy kis koncert lesz, tehát nem teljes egészében érkezik majd az Apostol együttes, de én úgy gondolom, hogy, vagyis teljes létszámban érkezik, de én úgy gondolom, hogy akkor is egy remek kikapcsolódást ígér majd az ide látogatóknak. Mondunk még valamit a távlatokra elővetítve, de úgyis lesz még addig kulturális ajánló. Így van, tehát még augusztus azért tartogat meglepetést a Tiszavasváriba látogatók számára, ugye készülünk nemzeti ünnepünkre augusztus 20-ára, tehát akkor is rendezvények sokasága várja majd az ide látogatókat, 19-én is lesznek már programok, illetve 20-án kerül sor az ünnepi megemlékezésre, 18 órától kezdődik majd a program, a Városi Fúvós Zenekar, Mazsoret csoport, tehát a szokásos ünnepi program, polgármester úr ünnepi köszöntője után dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőnk tartja majd az ünnepi beszédet, sor kerül a kenyérszentelésre, kitüntetések díjak átadására, és este, és azután még következik majd a Gráciák, a Hegedű triónak az ünnepi műsora, és ezt követi majd a Ladány Bene 27 élő koncertje itt a Találkozások háza előtti téren, ahová majd szeretettel várjuk az érdeklődőket. Hát azt hiszem, ez sem lesz kisebb program, mint ami eddig volt. Így van, és akkor még utolsó hétvége, augusztus 28 is tartogat majd meglepetést a látogatók számára, tehát egy ilyen mini utca zenei fesztivált tervezünk ide a Találkozások háza előtti térre, illetve a Zöldligetbe. Terveink szerint 16 órától kezdődnek majd a programok két helyszínen, a pontos részletekről majd tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket. Itt a televízióban, a Facebook oldalunkon, a Vasvári Hírmondó hasábjain, illetve a honlapunkon.